Nem, most egyébként sem. Figyelünk. De ők emelkednek ki az angol csapatból, meg a kapus Dennis. Van a belgák mesterem, ez pedig az előző. Medina lép vissza, ajajajajaj! Amellett, hogy ez a... Második fejdő legveszélyesebb lövése volt. Saját kapőkre volt igazán veszélyes, ott a Ferenc operatőr kollégánk mindig az események középpontjában van, és majdnem őt találták el. Bexá. Oldalberugás. Jöhet a következő. Most itt táncol. Most picit beszorultak oda a csapatok. És van, aki kivette a pihenőjét, talán Düzseké volt. Igen. Ott kellett volna egy érkező társ. Volt. Nagyon bátor volt. Kemény összecsapás, és miért nem passzolt vajon? Ketten is ott voltak, a bal és a jobb oldal is szabad volt, ez pedig egy olyan szituáció, amely után az első nap kidurrant a labda. Jásónak nem sikerült jól beletenni a lábát, íme még az iménti angol helyzet. Igen, ebben a szituációban azért passzolni kellett volna. Több társa is jó helyzetben volt. Elképzelhető, hogy meguntam el a társainak a hibáit, aztán saját kezébe akarta venni a dolgot, de neki sem sikerült. Ahogy most Jasonnak sem az átvétel. Igen, rengeteg a technikai hiba. Rexa. De kemény védekezés volt, Rexa, nem tudta most ő sem jól átvenni, pedig Bord nagyon szépen szerzett labdát is határozottan. Igen, egy picit erősebb a passz, akkor be tudott volna vele fordulni egyből. Kivezette egyszerűen Szabáti. Tényleg nem pikkelek rá, de valahogy nekem nagyon kilóg a belga csapatból. Medina most jól fedezi. Aztán kicsit visszahúzták, de nincs falt. Ward. Lassan így ki fog menni, és ez meg is történt. Egyőre sajnos úgy tűnik, hogy ott folytatják el az első félidőben a bajták. Arra nagyon kíváncsi leszek, hogyha esetleg a meccs vége felé is 0-0 van, hogy valamelyik csapat meghúzza majd az 5-4-et. Nyilván addig még rengeteg idő van. Ez a kérdés most csak az én saját fejemben ötött fel. Csak nyugodtan. Ami ennyi esemény történik a pályán, szerintem nagyjából bármiről lehet beszélni. Ha csak... Azt honnan hogy sikerült kihagyni? Jól láttam, beleért a kapus is, és ezért pattant a támadóról kifelé. Volt pörget, de már kint van. Hát a meccs eddigi talán legnagyobb helyzete. Igen. Igen, Zamuriról pattant oda. Illetve Denisről, bocsánat. Jó, így akkor megbocsátható.
Düzserkijé viszont visszajött. Azt követően, hogy legelték őt egy picit. Igen, a hatos számú Lucio is a belgáknál sokkal kevesebbet játszik, mint az előző két mérkőzésen. Ők is úgy vannak vele, hogy a fiataloknak, vagy akik nem kaptak eddig nagyobb szerepet, most azok játszanak. Azért fontos dolog ez is, hogy a fiatalok esetleg megérezzék, hogy milyen a nemzetközi ritmus. Ajaj. Szép. Zsakié. Megismételheti. Hát azért van baj. Igen, ez is egy olyan szituáció volt, ahol például egy magyar, egy ukrán csapat már úgy letámadott volna, hogy egy rossz visszapassz volt, által volt a Lucio a mezőnynek. Ez egy tipikus olyan szituáció, amikor le kell támadni. Nincs meg, és most 3-1 a belgák, talpa, a Zitzer. Talpa bőrét feláldozta a 3-1-et, majdnem ők kaptak belőle gólt. Dabi Reda rúgta mellé. Igen, hát az én játékosom lett volna, akkor azért csak szóltam volna neki, hogy... Elküldted volna futni? Ennye. Két kör és 50 fekvőt hámasz. Lehet, hogy arra játszanak, hogy le tudnak-e hozni 0-0-ra egy meccset. Igen, mondjuk akkor hagyhatnák középen is a labdát, és akkor nem történne semmi. Webb. Most Rexa és Medina abszolút nincs a pályán. Abszolút nem alakul ki semmilyen folyamatos játék. Hát ugye a klasszikus köszön ilyenkor az, hogy elképesztően nagy taktikai csata zajlik a pályán. Igen. Most így a mérkőzéseket látva, abszolút úgy gondolom, hogy a magyar csapat klasszikusokkal jobb mind a két csapatnál. Megérdemelten szereztek 6 pontot. Bollinger faltja. Limarosa. Bollinger aztán megíramodik, majd elsodorják, és ott két angol is összeesik, de nincs szabálytalanság a bírók szerint. Lehet kortyolni. Mire azt döntse el mindenki maga. A szép Dzsakijétől. Ez már kevésbé. Jaj. Év vége van, meg vasárnap este. Na, szép mentés. Zemuri. Hát a két kapus lehet igazából a leginkább dicsérni ezen a meccsen. Igen. Bollinger. Dzsakié. Az igen! Atya úristen! Nem semmi összecsapás volt. Jó van, úgy tűnik nem sérült bele senki. Igen. Talán a legnagyobbat az asztal kapta. Uff, szegény Dzsakié. Talán labdát is találtak igen. Egyébként. Egyébként ez tiszta szerelés volt. Csak kőkemény. Igen. Inkább a szándékot büntették, úgy gondolom. Igen. Bollinger kapott egy lapot, az előbb ellene fújtak. És ezt mutatja szerintem ő is, amit mi beszéltünk, hogy hát ez... Hát igen, elképzelhető, hogy Angliában ő nagypályán játszik egy alsó osztályban, akkor ezt itt megtapsolják, nem pedig lefújják. Mondjuk egy Charlton Athletic mérkőzésen. Szerencsére a laptopok is a helyén maradtak. Limarosa és Bollinger. Ez a becsúszás dolog is egyre jobban fejlődött a futsalban. Ugye legelőször hátulról még szerelni sem lehetett benyúlni a lábak közé.
Aztán utána ugye lehetett becsúszni, de csak a labda elé. Most pedig már lassan nemzetközi szinten ugyanúgy bele lehet csúszni, mint nagypályán. Ugye egyre jobban hagyják a fizikai kontaktot. Denis újabb hárítását láthattuk. Ugye régen nagyon sokszor... Jó ez egyébként szerintem? Hát régen nagyon sokszor azzal vádolták, hogy a futsalosok, hogy ugye az női foci, hogy ott nem lehet a másikhoz hozzáérni, nem lehet csúszni, ütni, vágni. Hát ma egy BL meccsen, vagy egy nemzetközi mérkőzésen, hát ugyanolyan kontaktok vannak, mint egy nagy pályás mérkőzésen. Hát talán annyi, hogy nem ugranak föl fejelni. De test a testtelni harc ugyanúgy működik már itt is. Közben Zemuri védett a túloldalon. Itt figyelmeztetni kell a feleket. Markist, illetve Alikot. Lehet gyakorolni a kapulövést. Egyébként ez a becsúszás dologra visszatér, csak hogy azért amellett, hogy mondjuk azt mondták, hogy női foci, nyilván az, hogy nem lehetett becsúszni, eredményezte azt is, hogy sokkal szebb dolgot is lehetett csinálni, nem? Hiszen nem kellett attól tartani, hogy valaki egyszer csak jön és hátulról agyorul. Hát nyilván, de nem hiszem, hogy a becsúszás gátolta volna meg azt, hogy valaki egy szép csel csináljon. Egyszerűen, amikor kialakult ez a játék, akkor ugye gondolom a faltok miatt is, hogy összesen 5 faltot lehet ugye fél időnként összegyűjteni, emiatt sem lehetett becsúszni. Na, egy labdaszerzés, a szép passz, jó, megvan a gól. Záv találata. Végül is nem maradunk akkor gól nélkül. Vezetnek a belgák. Adnant kell dicsérni, aki szépen szerelt, és aztán rendkívül önzetlen volt. Itt láthatjuk a közbenyúlását. Szépen meglátta, hogy jön a társa túloldalon. És zárgójával tehát vezetnek a belgák. Végül is, ha minden igaz, akkor a 29. belga kísérletből megszületett az első találat. Az angolok eddig 24-nél tartanak. Itt a kapura lövések száma, ebben benne van az is, ami eltalálta a kapot, és az is, ami mellé vagy fölé szállt. Záv. Hogy lesz esetleg egy jó kis figura, amit korábban láttunk nagyjából mindegyik csapattól. Szerintem, hogy a belga kapus fent marad, de nem. Záv. Rizikos passz volt, de szépen kihozták a labdát nagyon. Sőt, Jasu helyzetben az nagyon ott szép. A második. Na, hát mégiscsak tudnak futszálozni ezek a fiúk. Igen, nagyon szép labda kihozatalból, és nagyon okos gól volt. Látta, hogy az angol kapus csúszik ki, szépen megbökte. Szép mozdulat. Medinát küldte el, és aztán jön az átbökés. Medina. Hát és ezzel úgy gondolom, hogy az angolok pont nélkül utaznak majd haza. Nem hinném, hogy innen ők visszajönnének. Medinában még van akarat. Nagyon szeretne gólt szerezni ezen a meccsen. Ez Denisé most. Rexa is ismét a pályán, és jön
Reed is a védelemben. Uff, Reed saját játékos társát lőtte fejbe. A szép kötény. Elveszítette azonban már a labdát Rexa. Szabáti helyzet, Dennis berúgja. Jól zárta a szöget az angolok kapusa. Egy távoli löket. Jasu is némi önbizalomra tett szert az előző gólját követően. Berugás. 9-7 egyébként a védések száma. Zemuri 9-szer tudott hárítani, míg Denis 7-szer. Meg lesz a 8. vagy inkább a 3. belga gól. Halt. Jasu addig-addig szórakozott és teketóriázott, amíg Rexa csak oda rúgott neki. Kíváncsian várom, hogy van-e begyakorolt szabadrugás variációk abból a szögből. Szabatira esetleg az 5-ös belgára húzzák le? Igen, kíváncsi vagyok a 8-as. Belga el fogja zárni Medinát, és ki tovább lép belőle. Aha. Ugye ilyenkor nagyon fontos a Medinának a pozíciója, hogy mit hagyjon fel, hogy lőjenek távolról, vagy kilép, és akkor közelről. Szép. Zúgó kapufa Szabátitól. Ugye általában a kinti lövést szokták hagyni, mert az messzebbről van, az könnyebb a kapusnak megfognia. Nincs ott a harmadik. Na, egy jó kontra. Rexában akadt el. Nincs jó kontra. Ott egészen hatalmas becsúszás egyébként Reed-től. Tényleg ilyen nagy pályás. Ez pedig a jobb alsó szétforgácsolása. Igen, jogosan reklamálta Rexa valóban. Könnyék volt. Trüsszá nagyon keveset játszott ezen a meccsen. És Canarisról pattan ki. Eltelt a második félidő fele is, láthattunk végre két gólt a mérkőzésen. Ugye hát, ha jó a meccs, akkor repül az idő. Igen, ez most azért kicsit könnyedebbek voltak az utóbbi percek. Két érintőből szépen, nem hiszem, hogy így akarta Reed. Tehát Denis repült ki. Szabáti, nem lő Limarosa, a szép, de Denis is jól lekapta. Igen, szépen olvasta, hogy Limára akarja húzni mellette. Továbbra is az angolok. Canaris reklamál. Nem hagyja meg a játékvezetőt. Szerencsé, hogy nem nyitott csarnokban játszunk.
Igen, egy pillanatra láttuk az angol kispadot. Elképzelhetőnek tartom, hogy az 5-4-et rajzolják már a kis táblájukon. Szerintem mi veszteni valójuk lenne. Ráadásul azt azért ismerjük el, hogy ellenünk nem is játszották rosszul. Igen. Meg hát felfoghatják úgy is, hogy most már egy jó gyakorlás is lehet. De nem mindegy, hogy valamit edzésen gyakorlunk, vagy egy nemzetközi mérkőzésen. Canaris. Célba vette valamelyik nézőt, de remélhetőleg senkinek sem lett baja. Biztos vagyok benne egyébként, hogy éveken belül indul a profib futszál Angliában, mint ahogy egyre több országban. Én ugye pont a napokban lehetett olvasni, hogy Németországban is már megalakították, Angliában pedig 2003 óta van hivatalosan futszál szövetség. Így van, hát most már a németek is belátják azt, hogy azért jó az, hogyha a gyerekkorban ezt beépítik a képzésbe, hiszen egy futszál edzésen rengetegszer érsz a labdához, nem úgy, mint egy nagypályás edzésen. Ugye és gyerekkorban minél többször érünk a labdához, ugye elvileg annál ügyesebbek leszünk, annál labdaügyesebbek leszünk. És nem kell messze menni mondjuk a jó példáért sem, hiszen a Ferencváros nagypályás válogatott játékosa, ugye Nagy Ádám is rengeteget futszálozott egy időben, nem is csinált mást idézőjelben, nagypályát hanyagolva, csak a teremben játszott. Igen, hát láthatjuk, hogy ő induló csereket ugyanúgy használja nagypályán is, mint kispályán is, és remekül passzol jobban a ballal. Hát és az önbizalma is megvan a fölfele passzokhoz, ami nagyon fontos. Angol időkérés közben, 8 perccel a vége előtt. Ugye Spanyolországban bele van építve a képzésbe a futszál nekik. Ugye ott idősebb korba dől el, hogy valaki futszal játékos vagy nagypályás játékos lesz. Egyébként talán ott látszik leginkább meg a holland iskolában, hogy a kétlábasságra mekkora hangsúlyt fektet meg. Igen, meg megtanulnak kis területen focizni. Ugye nem mindegy, hogy egy két négyzetméteres területen megtanulnak kényszerítőzni, labdát átvenni, cselezni, vagy ugye egy sokkal nagyobb területen kell ezt nekik végrehajtani, hiszen ugye kisebb területnél kevesebb idő van. De a legjobb példa, hogy én a kedvenc csapatom a Barcelona játéka, még láthatjuk, hogy néha 20 méteres területről leszűkítik a játékukat, és hihetetlen, hogy milyen pontosággal tudnak egy érintővel passzolni. Hát és egyébként, amikor meg esetleg arról beszélgetünk, hogy a magyar foci miben van lemaradva, akkor ezt sokszor lehet hallani, hogy ugye egy nemzetközi meccsen azért fokozottabb a tempó, agresszívebben letámadnak, és a letámadáskor nem megfelelően érnek a labdába. Ugye nincsen hozzászokva ahhoz, hogy esetleg kis területen egy érintőből meg tudják oldani a dolgokat. Igen, hát ez nagyon fontos. Na, itt van, meghúzták az angolok az 5-4-et. Rexa vette föl, igen. 8 perccel a vége előtt, 2-0-es belga vezetésnél. Medina zavar kapus mellett, kapus környékén. És most üres a kapu, ajjajjajjajjajjajj. Medina röhög egy jót az egészen, na lássuk, hogy mi történt. Na, összerúgta a bokáját. Picikét összeakasztotta, igen. Pont amikor megindult volna a belga kapus. Most a pályán Csájba és Nimarosa is. Ezekből a szituációkból a kapusok gólt szereznek. Gyakorolják is rendszeresen egyébként a mi kapusaink is. Ebből a szituációból egyből kapura rúgják. És hát azt mondtad is, hogy nálatok is külön edzés van a kapusoknak, hogy lábbal minél biztosabbak legyenek. És hogy van ebben fejlődés is az elmúlt időszakban. Természetesen. Nagyon fontos ugye, hogy ne szakadjon meg a játék akkor, hogyha a kapusokhoz hátra kerül. Mert ugye ez egy vészmegoldás, hogy a kapusoknak hátraadjuk, de lehet látni, hogy egy ilyen jó kirúgás. És a kapus kifejelte, most olvasta a játékot, de onnan folytatódhat föntről az ellenfél tér feléről. És nem Denis, a
az angolok kapujában, hanem 13-assal már Mark Croft. Neki is adnak egy szeletet ebből a selejtező tornából. Üzsekére hozták ki megint. Lehet, hogy ő gyorsabban sprintel, hogy amikor cserélgetni kell. Ugye nem mindegy, hogy milyen gyorsan szalad le egyébként a kapus. Igen, bár egyelőre most ugye nem tudják megint lehozni. Beszorulnak a saját térfelükre. Dzsaki lövése, és közben gyakorlatilag élőben is ugyanezt láthattuk még egyszer. Kísértetiesen hasonló akció. Igen, maradt a megkülönböztető, mert ez nagyon kíváncsiak, hogy hogy akarják kihozni. Hát így sem. Elképzelés nem volt rossz egyébként. Ugye láthatjuk, hogy a széléről elindul a játékos, ezzel elhozza onnan a védőt, megnyitja a területet a centernek, csak nem volt pontos a kidobás. Ilyen szituációban nálunk is a szövetségi kapitány rengetegszer azt kéri, hogy a center menjen föl, dobjuk rá, és akkor vagy meg tudja tartani, vagy esetleg a védőt kifejeli, akkor onnan tudunk jönni, és egyből föl tudunk állni. Ugye ilyenkor nem érdemes letenni oda a hatos környékére a labdát, mert sok idő, mire kihozza azt az ember. Le is vitték Croftot, megint Rexán a kapusmez. Medina továbbra is ott téblából a belga kapus mellett. Kíváncsian várom, hogy van-e begyakorolt figurájuk erre, vagy csak passzolgatnak, és majd lesz belőle valami. Hiszen ez sem működik begyakorolt variációk nélkül. Reméljük, a magyar válogatottnak nem lesz, nem kell majd alkalmaznia ezt, de ha igen, akkor láthatjuk, hogy ott mi azért elég sokat gyakoroljuk. A beadás pedig magas volt Medinának, úgyhogy Croft már vissza is ballagott. Vagy ha esetleg kell, akkor labdatartás céljából. Jennings, azért már ott van Medina, nem jut el hozzá a labda, aztán összeakadtak Zemurival, de nincs dráma. Szabáti, Dzsakié, összesen pattant föl a beadása végül is, képen látható webről. Hamarosan Kroft is lehet munkában, most már kevesebb mint 6 perc van hátra. Ugye az első mércsükön nem szereztek volt az angolok, 2-0-ra kaptak ki, aztán tőlünk 5-4-re, a belgák ellen pedig egy hasonló szögből, hasonló akció, tehát Rábló János borzasztóan nagy gólt lőtt. Igen, Csájbá is nagyon keveset volt pályán ma. Igen, az első fél időben alig-alig lépett pályára, és most játszatja csak a szövetségi kapitány. Elképzelhető, hogy az 5-4-et jól védekezi. És azért... Hát igen, ugye beszéltünk már korábban róla, hogy a egyik legrutinosabb belga ott Limarosa mellett. De például a legtöbb válogatottsággal is gól elő rendelkezik Belgiumban. Schreiber akart kiarcolni a szabadrugást, de hát lezárták csak. Jön megint Rexa. Zöldben. Eladják a labdát az angolok. Limarosa visszahúzós csele nem jött be. Megmondom őszintén, nekem nem eléggé labdabiztosak az angolok ahhoz, hogy 5-4-ezzenek. Rengeteg átvételi és passzbeli pontatlanság van. Ugye ennek pont az lenne a lényege, hogy ki használván az emberelőnyt folyamatos gyors passzokkal, szinte egy érintőből kellene ezt játszani. Nagyon jó csapatok, például egy spanyol csapat, az szinte végig egy érintőből tudja úgy áratni, hogy valahol biztos, hogy legyen egy ember forja. A
Van olyan csapat például, mint a Kaira Talmati, aki 40 percből akár 30-at is játssza a saját kapusával. Így nyertek tavaly BL-t is. Vagy egyszerűen annyira tökére fejlesztették az 5 a 4-et, hogy szinte nincs benne hiba. Idén viszont pont ebbe buktak bele a győri csoportkörben. Csak meg lesz az az angol gól. Nincs meg! Mármint a mentés. Angol gólt is láttunk akkor. Iha! Szegények, és ráadásul még be is akadott Jennings. Medina? Igen. Egy balos hátra. Nagyon szeretett volna gólt rúgni. Igen. Hát azt hiszem, hogy mi még ezt sokszor fogjuk nézni, ők kevésbé. Nekik sem árt, mert tanulnak a hibából. Az szép volt. Azt hiszem, Rexa ideges lett. Ezért gondolom, általában nem ez a jellemző. Na, ez egy szép figura volt. Hát ilyet még nem láttam, hogy valaki begurított a 30-ról a saját kapujába. Ez neked is egy történelmi sorozat tulajdonképpen. Debütáltál, mint szakkommentátor, láttad, hogy kipukkadt egy labda, 5-4-ből öngól. Igen. Rexa megint, Medina ettől függetlenül továbbra is ott van, nem szekte kedvét. Azonnal jön a visszacsere, újra 5-4-eznek. Igen, és megint Rexa. De egyelőre nem úgy tűnik, hogy lenne elképzelés, inkább Rexa kvalitásaiban bíznak. És még szerencséjük sincsen, mert ez is kipattant az angol fiúról. Hát amit itt láthattuk Parkist, szóval amit mondtál, hogy valami konkrét szituáció lenne, eddig talán csak egyet láttunk az 5-4-ekben. Igen, hát ez gyakorlás nélkül nem megy abszolút. Pedig ahogy nézem, egyébként a belgák eléggé számomra furcsán védekeznek, rengeteg keresztpaszt nyitottan hagynak. De hát mivel az angoloknak nincs tudatos támadásuk sem, a Rexán kívül a játékosuk, aki ezt észrevenni, így be sem futnak, meg be sem passzolják oda. Persze kívülről sokkal könnyebb, tudjuk. Elengedte ezt a lövőcselt. Hát azt a lábat még keresik egy darabig itt Győrben, lehet majd jövő héten megtaláljátok. Fönt van a labdák mellett egyébként. Nincs is már föl labda. Rexa. Szerintem ő már nem is fogja levenni ezt a meszt. Jennings, Rexa. Medina most mintha elmozgott volna, de nem merte megjátszani. Az lehetett volna valami. Így viszont lesz egy angol pont. Aztán még összeakaszkodnak. Záf. Nem érezte magát szabálytalannak? Nem annyira. Pedig ha így nézzük, akkor teljesen annak tűnt. Ezért kap sárgát Parkis. 2 perc, 2 másodperc a hátra lévő idő, és íme kacér pillantások estéje. Nincs időkérés, hanem akkor az 5. falt. Pedig a pompom lányok is bejöttek már, hogy megmutassák magukat még talán utoljára ezen a meccsen. Tabáti.
lassú. Egy másodpercig birtokolta a labdát, és akkor ugyanaz, amit eddig is láttattunk, jön Rexham. Viszont eladják az angolok, üres a kapu. Nem tudott ráfordulni Adnan. Szerintem már benhagyják a Rexát, és elindítja ő a játékot. Hiszen igazából már minden mindegy 3-0-nál. Igen, de most... Na most vissza is cserélték, igen. És lehetett volna 3-2, így viszont 3-2 a belgáknak. Üres az angol kapu, óriási mentés Jenningstől. Nagyon szép becsúszás volt. És aztán Medina is jól ért vissza. Ott van egy... Szépen tartja meg Szabáti két ember között. Jasu. Az nagyon jó. Szép lövőcsel volt. Na, és Rexa. Bemutat egy bravo ő is. Kapus erényeket is csillogtat. Volt felső léce is a meccsen, de ez egy jó kis tartás. Egy nagyon szép lövőcsel volt. Zsárgalapos Parkiznak. A meccsen nem sok minden jön össze. Megvan, Medina, csak hárman vele szemben és mellettem, az labda volt. Szép. Létszám fölényben a belgák is, meg is játsszák, ott a negyedik góljuk, Adnan szerzi. Ő adta a gólpaszt az első találatnál, Záfnak, és most visszakaptam. Kicsit talán a kapusé volt? Hát igen, nem nagyon láttam, hogy mit zárt, hogy mire gondolt, hogy átpasszra, vagy rövidet. Lehet azt hitte, hogy tovább teszik még hosszúra? Igen. 50 másodperc, ugyanúgy 5-4 az angoloknál. Gondolom, hogy még próbálnak egy gólt, egy becsület gólt. Becsület gólt, igen. Vagy esetleg így búcsúzzanak a tornától. Goldenstein kérni, és pont róla pattam föl. Most már a második ilyen volt, amikor a lövésbe egy saját társ lépett bele szerencsétlenül. És nincs meg az ötödik. De a meccs végére azért belejöttek a belgák, de talán mondhatjuk azt is, hogy az angolok szétestek ebbe az 5-4-ezésben. Üres a kapu. Rexa szépen szerel. Viszont itt a meccs vége. Hát kedves nézőink, az utolsó mérkőzésen itt Győrben a belga válogatott tulajdonképpen hozta a kötelezőt, hiszen 4-0-ra legyőzte Angliát, és ezzel a csoport harmadik helyén végzett. Egy győzelemmel az angolok pedig 0 ponttal zártak. Én megköszönöm a figyelmüket, és Harnis Ákosnak pedig a kiváló szakértelmet és a segítséget. Remélhetőleg majd a legközelebbi magyar mérkőzésen a pályán szurkolhatunk neked. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és így is azt remélem, hogy legközelebb már a pályán lehetek. Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra! Viszontlátásra!
átvesz. Várj! De úgy, hogy rejtsük el!